Ilyen az, amikor egy tehervonat átrobog a Pannonia utca házai mögött. Az itt élők már nagyon nehezen viselik a zajszintet, amely szerintük jóval magasabb a megengedettnél. Amíg nincs hivatalos vizsgálat, csak az okos telefonok nem igazán megbízható mérési adataira támaszkodhatnak, és persze saját tapasztalataikra. Azt mondják, egyre több vonat jár erre, és nem csak nappal, éjszaka is dübörögnek a szerelvények. A kislány fölébred éjszaka, fölriad. A radiátorok rezegnek, az üvegpoharak szintén rezegnek. Tehát egyszerűen úgy robog végig itt a tehervonat, hogy az ember felébred, felriad rá. Ebben a házban már megjelentek a falakon a repedések. Nagy Sándor szerint a szállítmányozó cégek számára nem csak egyszerűbb, olcsóbb is lehet a pályaszakasz, ezért használhatják annyian. Román szerelvények, szlovák, lengyel, tehát az összes nációt meg lehet találni. Tele van konténerrel, kővel, egyszerűen sokszor kibírhatatlan. Nem lehet kivinni a kisgyerekeket, mert amikor elindul egy mozdony és elkezdi húzni azt a nagy terhet, hát szabályosan ömlik a füst, érezni a levegőbe, hogy még levegőt se szabad venni. Csepi Miklósnét is zavarja a zaj. Tart attól is, ha valamiért el kéne adni a házát, nem nagyon találna rábevőt. Csak úgy remeg a fal, hogyha mennek ezek a vonatok. Van amelyik lassít, van amelyik szabályosan söpör. Szabályosan, nem lassít, úgyhogy zavaró nagyon. Úgyhogy mondjuk az ember el akarná a házat is adni, hogy biztos, hogy értéktelen lenne, mert nem igen veszik meg így, mert nagyon zajos. A lakók több éve leveleznek a MÁV-val, illetve az illetékes hatóságokkal, hogy megoldást találjanak a problémára, ám eddig nem jártak sikerrel. Most 86-an írták alá azt a petíciót, amelyben a zajterhelés kivizsgálását, illetve csökkentését kérik. A dokumentumot Győr jegyzőjének, illetve a Győr-Moson-Sopron megyei kormányhivatalnak juttatják el, de számítanak önkormányzati képviselőjük segítségére is. Azt a választ kaptam, hogy ide hivatal és szakhatóság ki fog jönni, és a törvények szerinti zajmérés fogja elvégezni. Na most én láttam egy zajtérképet a Győr város hatóságánál, amiben ez a terület úgy van megjelölve, hogy még a zaj hatás illetőleg belefér. Na most ez annyira nem hivatalos szakvélemény, ez tulajdonképpen egy város tervezetének, hogy is úgy tudnám kifejezni, hogy be vannak jelölve azok a gócpontok, ami ilyen szempontból esetlegesen kritikusak, és ott volt egy jelölés, tehát ez nem a aktuális pillanatnyi most ebben a pillanatban mért mérés, ez egy olyan átlagos adat. Az utcában élők többsége zajvédő falat szeretne, ennek megépítésére a Győr-Celdömölk vasútvonal korszerűsítése adhat reményt, ez a beruházás pedig folyamatban van.